A korai kötődés az azt kezdődik, hogy megszületik a baba, és az anyukája kezébe adják. Hát jó esetben ugye a kezébe adják, és rögtön kontaktusba kerül. Sőt, már a korai kötődés előtte elkezdődik. Nemrégiben, egy pár éve jelent meg a Lelki Köldök Zsinór című könyv, amiben nagyon szépen le volt írva, és nagyon jól látszott, hogy tényleg van egy kapcsolata az anya és a magzata között, hogy mi mindent él át az a magzat odabent. Tehát valahol már a kötődés itt elkezdődik, de aztán, amikor tényleg a kezembe kerül a baba, akkor már látom, hogy mi egyé tartozunk, és sok anyuka számára ilyenkor két lehetőség szokott lenni. Az anyukák egy része az nem tudja fölfogni. Tehát itt van, de mit csináljak vele, hogy kell megfogni? Tehát így elhatalmasodik az aggódás. Az anyukák másik része az azonnal érzi, hogy mit kell csinálni, és rá tud hangolódni a babára. Mind a két esetben azért megoldás az, hogyha hagyják őket együtt lenni, ha nem macerálják őket információkkal. A korai kötődés szempontjából nagyon fontos, hogy ezután mi történik, mert a mai világban az a szokás, hogy áttesszük a másik szobába a babát, meg hagyja sírni anyuka, és bizony itt azért rongálódhat ez a kötődés egymáshoztól, vagy egymáshoz, egymás iránt. Tehát innentől kezdve valahol az anyukának a szíve, joga, hogy ő hogy érzi, hogy mi a jó az ő gyerekének, illetve egy kicsit a felelősség, hogy mi történik. A három lehetőség van a korai kötődés kapcsán. Az első lehetőség az, hogy a baba sír, és én arra válaszolok, és azt válaszolom, amit ő szeretett volna. Ilyenkor az szokott lenni, hogy sír, mert éhes, és tényleg enni kap. De előfordulhat, hogy már annyit sírt, meg annyi húzavona volt, meg már annyit agyaltam rajta, meg gondolkodtam, hogy mi lehet, hogy bejön a képbe a második lehetőség, hogy bizonytalan választ adok. Néha leteszem aludni, pedig ő szegény azért sírt, mert éhes, néha ringatom, mert azt hiszem, hogy a hasa fáj, de közben meg álmos volt, és ő se tudja, hogy mi van. Ugye ő még nincsen időérzéke, nem tud orientálódni a világba, hogy most mi történik. És hogyha nem arra kap választ, ami miatt sírt, akkor egy ilyen bizonytalan helyzet alakul ki benne. És a harmadik lehetőség, amikor egyáltalán nem válaszolok, ilyenkor alakul ki ugye a tanult tehetetlenség, hogy ő sír, én nem válaszolok, ezért egyre kevesebbet sír, mert fölösleges úgyis én úgyse válaszolnak. Nagyon sok anyukámban a korai kötődéssel kapcsolatban egy ilyen félelem, vagy biztos elrontom, hol van az a pont, ahol már elrontottam. Én azt mondom, hogy ez az a terület, ahol maximálisan a EQ-ra lehet hagyatkozni, és a szívünkre, hogy vajon én hogy érzem, hogy jobb neki. Hogyha úgy érzem, hogy neki jó ott a másik szobában, mert egyébként zavartuk egymást, én se tudtam aludni, ő se tudott aludni, akkor ez is egy jó megoldás lehet. Hogyha úgy érzem, hogy most ringatni kell, akkor ringatom, hogyha úgy érzem, hogy az a jó neki, hogy békén hagyják, akkor békén hagyom. Tehát az se jó, amikor valaki elhatározza, hogy már mindig most én olyan anyuka leszek, és össze leszünk nőve, és közben a gyerek meg szétrúgja a családi ágyat, nem tud forgolódni, mert ott vannak a szülei, tehát van olyan gyerek, akiket ez zavar, de ezt föl kell ismerni, hogy ő ilyen. És ettől még, hogy ő mondjuk másik ágyba alszik, nem feltétlenül teszünk árt a kötődésben.